Sziasztok, Finn vagyok, és ebben a videóban erről a Toshiba Satellite Click Miniről lesz szó, ami egy 9-szoros Full HD IPS kijelzőt rejt, és egy Intel Atom Z3735G processzor 4 GB társaságában. Töltőkábel és adapter. Használati utasítás. Becsomagolás minőségével semmi probléma nincsen. Nagyon szépen be van csomagolva. Kapunk még rá egy húzatot is. Ő lenne a kis gépecske. A gép hátlapján találunk egy 5 megapixeles kamerát. A bal oldalán találunk egy szellőzőnyílást, egy micro USB-t, egy fejhallgató kimenetet, egy micro HDMI-t, egy micro SD kártyaolvasót és egy Windows gombot. A gép jobb oldalán találunk még egy szellőzőnyílást, egy USB csatlakozót és egy SD kártyaolvasót, hangelő gombot és bekapcsoló gombot. A felnyitáshoz semmiféle gombot nem kell megnyomnunk. A zsanér az rendkívül erősen tart, nem nyikorog, nem recseg. Még rángatásra sincs semmi hangja. Ami miatt kettő az egyben a készülék, ez az egy gombnyomásra való tabletti alakítás, viszont itt jön az egyetlen egy negatívum, amiben tényleg bele tudok kötni, az a fényes kijelző és az új lenyomatgyűjtés, mint látjátok. A kijelző könnyen visszarakható, be is kattant. A gépet eredeti Windows 8-al kapjuk. Most végzett a frissítéssel és töltöm is, így ideális a helyzet egy hőfokméréshez. Fog a legmelegebb ponton, ezt nem nevezném melegnek, de viszont ezért érezzük a kezünkkel. Sebességtelén meg voltam elégedve a gépezettel, az érintést jól veszi, akadással nem találkoztam sem filmnézésnél, sem böngészésnél. A billentyűzetben ugye van még egy akkumulátor, a billentyűzet mérete számomra megfelelő volt, a nyomáspont is jó, az anyagminőség is jó. Úgyhogy mindent összevetve a 4 macskapacsiból 2 macskapacsi jár. Köszönöm, hogy megnéztétek, Finn voltam.